Egyelőre a négyes szám uralja a sényi futballcsapat eddigi bajnoki szereplését. 4 mérkőzés, 4 döntetlen, 4 lőtt, illetve 4 kapott gól, és ezzel 4 szerzett pont. A kakukktojása helyezés ugyanis az Imrő László, Fiumei Viktor által irányított együttes jelenleg a 10. helyet foglalja el az NB3 keleti csoportjának tabelláján. Előbbi szakember szerint a pontok száma lehetne több, a helyezési szám pedig lehetne kisebb, ha az elmúlt 4 meccsen jobb lett volna a csapat helyzet kihasználása. Az első mérkőzésen a Debrecen 2-vel játszottunk, ott még azt mondjuk, hogy reális volt ez a döntetlen, hiszen voltak visszajátszóik, első bajnoki mérkőzés, stb. Stb. Második mérkőzésünk a Putnok ellen idegenben, ott picivel közelebb álltunk a győzelemhez, hiszen több helyzetet alakítottunk ki, 10 szögletet rúgtunk, az ellenfél egyet sem rúgott, ott benne lett volna a 3 pont megszerzése. A harmadik mérkőzésünk a Tájával volt, 1-0-nál büntetőt hagytunk ki, utána gyorsan sikerült egyenlítenünk, 1-1 lett. Az ellenfél egy kontrából megszerezte a vezetést, 92. percben sikerült ugyan egyenlítenünk, de a második fél időben végig támadtunk, sajnos nem tudtuk berúgni a helyzeteinket. Az Ozdi mérkőzésen pedig azt kell, hogy mondjam, hogy talán reális volt a döntetlen, hiszen a 4 mérkőzés közül ezen a mérkőzésen játszottunk a leggyengébben, és a 75. percben pedig emberhátrányban voltunk. Sényűn érthetően várják az első győzelmet, de mint Imrő László elmondta, az öltözőben nem tulajdonítanak a kelletéli nagyobb jelentőséget a döntetlen sorozatnak. Nem igazán lehet érezni feszültséget a játékosokban. Nyilván ők is tisztában vannak azzal, hogy hullajtunk pontokat, és ez a végelszámolásnál hiányozni fog, de nem, egyelőre nincsen feszültség. A Sényűre nem vár könnyű feladat a hétvégén sem, ugyanis a listavezető Deac érkezik Kapacináékhoz. Az 5. forduló további párosítása a következő: ESMTK Diógyőr 2, Cegléd Debrecen 2, Jászberény Putnok, Tiszaújváros Tája, Balassagyarmat Ózd, Eger Gyöngyös és 60 Fizes Gyarmat.